Tápion-Szentmárton nagyjából 60 kilométerre van Budapesttől. Itt született Kincsem, a legsikeresebb magyar versenyló. A faluban ma is ápolják a lovas hagyományokat. Ezt az oktatóközpontot 2014-ben újították fel, részben állami, részben uniós pénzből. A terv az volt, hogy gyerekek tanulhatnak majd itt lovagolni. A környék országgyűlési képviselője Cerván György, a Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdasági államtitkára. A hvg.hu írta meg, hogy a lovas központot a fideszes politikus Veje használja. Ő korábban 5 környékbeli trafik koncessziós jogát is megkapta. Jó napot! Ma délután zárva találtuk az épületet. A hvg.hu riportere azonban belebotlott az államtitkár vejébe, aki ismert fogadhajtó. Megerősítette, hogy a lovas központban tényleg csak az ő lovait tartják, de azt mondta, ezért rendszeres díjat fizet. A HVG-nek tagadta, hogy apósának bármi köze lenne ahhoz, hogy egyedül használhatja a lovas központot. Azt állította, hogy az épülethez nincs is kulcsa, csak a lovakhoz. Az iskolás gyerekek oktatása pedig szerinte nyáron kezdődik. A Hír TV egy koszorúzáson megpróbált kérdezni Cerván György államtitkártól. Valami problémájuk van, jogilag rendezzék. Világos, megvan a jogi lehetőség. A fideszes politikustól végül a biztonsági szolgálat próbálta távol tartani az újságírókat, akiket közben Soros Bérencnek nevezett. Önöket kibérelték, hogy gyalázzonak. A Jobbik feljelentést tett hűtlenkezelés, vesztegetés és költségvetési csalás gyanújával. A gyerekeinktől vették el a lehetőséget. Itt tulajdonképpen általános iskolásoknak kellene lenni, a fiatal tehetségeknek kellene szolgálná egy kiképző központként ez a létesítmény. Senki más nem léphet be jelenleg, csak Cerván György és Veje. A lovas központra több mint 45 millió forintot költöttek. A lovak lószoláriumban melegetetnek az edzések után, a takarmány gondos feldolgozásához pedig egy zabroppantót is beszereztek.